Hölgyi Szűszékelykör Bokréta Néptánc Együttesének produkciójából láthattak egy rövid részletet az imént. A csoport klasszikus hagyományőrző produkciót állított színpadra. Az együttes vezetője Herceg Gábor, aki kalocsai illetőségű és minden héten átjár táncosaihoz próbát tartani. Mellesleg a Moharai Népművészeti Egyesület alelnöke is, akinek pontos képe van arról, hogy a hölgyészékhez hasonló hagyományőrző egyesületek milyen változáson mentek keresztül. Ja, addig, amíg a régi időszakban, mondjuk az 1950-es éveket követően ugye kezdett már ez a tánc átöröklődés kikopni, és az 1970-es években tudatosan megalakult a táncház, mint egy mozgalom. Onnantól kezdve már tudatosabban kezdték a néptánc kultúrát is az ahhoz hozzáértők, vagy elhivatott személyek formázni, inkább ezt mondhatom. Tehát addig, amíg voltak olyan tánc alkalmak, ahol a gyermekek egy bálban önfeledt szórakozás közepette elleshették és megtanulhatták azokat a motivumokat az idősebb emberektől, amiket utána használtak, és jelenleg is még ezek az idős emberek, ugye 1970-ről beszélünk, az idős emberek ott vannak a színpadon, ők még ezt így tanulhatták meg, addig a mai világban ezek a táncalkalmak kikoptak. Tehát táncalkalomról most már akkor beszélünk, amikor van egy esküvő, van esetleg egy bál, illetve a táncpróba az, ami egy célirányzott táncalkalom ebben a néptánc mozgalomban. Ezeken a tánc alkalmakon a gyerekeknek már tanítani kell azokat a táncokat, hiszen máshol nem tudják ezeket ellesni, nem tudják megtanulni. A laikus ember koreográfiákba gondolkodik, mert ő azt látja csak. Azt nem látja, hogy mi áll mögötte. Tehát mögötte egy sokkal jobb tudatos elképzelés van, és én személy szerint arra törekszem, és a Székely Szövetség is egyébként arra törekszik, hogy ezeknél a táncsoportoknál, hogyha gyerekek tanításáról van szó, akkor ne koreográfiákat készítsünk. Tehát az a legrosszabb szerintem, hanem a gyerekeknek adjunk egy közösségi élményt, adjunk nekik egy szórakozási lehetőséget, eközben tanítsuk meg őket táncolni, tanítsuk meg nekik motivumokat, és hogyha ezeket már magukénak érzik, és ebből ők magabiztosak, csak akkor készüljön el egy koreográfia, amit már önfeledten táncol. Tehát ő ne azt mondja magáról, majd egy közösségben, hogy ő koreográfiát táncol, hanem ő tud néptáncolni, tud egy bukovinai székely motivum sort eltáncolni gyűjtésekből, majd abból nyilván azért, hogy fellépési lehetőségét is biztosítsunk számára, ezért ő majd akkor meg fog tanulni egy műsor összeállítást, és azzal utána bemutathatja a tudását. A bukovinai székelység tánckultúráját erősen felgyűjtötték. Számos film ad támpontot az csoportvezetőknek arra, hogy autentikus forrásból ismertessék meg a gyerekeikkel a lépéseket. És akkor a gyerekeknek a lábára is rákerül, tovább adjuk. Már nem úgy öröklődik, nem átültetjük, tovább adjuk. Én úgy próbálok a gyerekekkel foglalkozni, hogy nem csak megtanítok nekik egy táncot, hanem néprajzzal körbeülelem ezt az egész történetet, és elmondom neki, hogy ez a motívum, ez miért így lehetett. Ez a figurasor, ez milyen szokáshoz kapcsolódhatott? Hogy az a bácsi miért úgy tartotta a kezét, az a néni miért úgy lépett? Tehát nyilván mindennek oka van, hiszen annak idején a paraszt emberek ezeket nem tanulták, hanem természetesen a testalkatukból adódóan jött ez magától. És ezt azért egy kicsit el kell mondani a mai gyerekeknek, azoknak a gyerekeknek, akiknek most már nem a nyitott színpadon állás az elsődleges, hanem ők inkább így a mobiltelefonba bezárkózva élik a kis világukat, tehát meg kell mutatni azt, hogy nekik ki kell tárulkozni, mert ő egy előadó művész, hogy a színpadon van, meg egyébként is ez a normális viselkedés, amikor nyíltan szembeállunk valakivel. Miközben Hajdan a gyereksereg ellesett egy-két mozdulatával gyakorlatilag egész életében megélt a különböző bálokon, ma már az igény egészen más a csoportokban. A fiatal táncosok nem csak saját falujuk vagy népcsoportjuk táncait szeretnék megtanulni, hanem szívesen ismerkednének más tájegységek táncaival is. A tapasztalat az, mondja Herceg Gábor, hogy a székely közösségekben létezik egyfajta elvárás arra, hogy a gyerekek megtanulják őseik motivumait, de sokkal inkább a várható siker az, ami behozza a gyerekeket a táncpróbára. Ugye azok a gyerekek, akik a néptáncos közösségekbe járnak, és mondjuk nálunk Hölgyészen az utánpótlás csoportban nevelkednek, azoknak rengeteg élményt ad, emlékeket ad majd későbbiek során, utazásokat biztosít számukra, el tudnak jutni olyan
nagyobb településekre az országba, vagy akár az ország határon túl, ahova egyébként egy átlagos gyermek nem biztos, hogy el tud jutni. Ezen kívül nagyon erőteljes nevelő szerepe van, tehát fegyelmezettségre nevel a néptánc, közösségben elfogadóvá tesz, és egy viselkedési mintát is próbálunk a gyermekek számára megmutatni, és inkább ennek van egy bevonzó ereje. Egy néptáncos közösség az nagyon erős, nagyon összetartó, és ez miatt vannak inkább többen, akik táncolni szeretnek, de nyilván van, visszatérve a kérdésed, a családnak is ebben szerepe, de olyanok is járnak hozzánk táncolni, ahol a családban soha senki nem táncolt. Az egyensúlyt kell megtalálni a csoportokban, mondja Herceg Gábor. Először tanulja meg a gyerek azokat a motivumokat, melyeket a saját népcsoportja táncolt valaha, legyen ebben nagyfokú jártassága, szerezzen vele színpadi rutint, értse a lépések üzenetét, és aztán lehet tanítani olyat, amiben kibontakoztathatja a tudását. Így megmarad a hagyományok továbbéltetése, és kinevelődik egy újabb generáció, aki tudása alapján továbbadhatja a tánckultúra értékeit.